Már látható az eredménye a koratavaszi haltelepítésnek, ez derült ki az idei első jelentős próbahalászat során. Az állami tulajdonú öregtó kezelését 2 évvel ezelőtt vette át a város. Tavasszal közel 500 mázsa halat telepítettek a tóba, a halak egészségét vizsgálták a mostani próbahalászat során. Mintegy 450-470 mázsányi halat helyeztünk ki a tóba, 38-39 dekás átlagsúlya, és azt ellenőrizzük most a próbahalászatta, hiszen nem látjuk a halat egyébként, hogy mire jutott. Mennyire gyarapodtak, körülbelül most van vége, jó hete volt vége annak a viszonylag intenzív, gyors növekedésnek, ami a tóban képződő természetes táplálékból adódik. Ezek a planktonok, szúnyoglárvák és még hasonló haltáplálék szervezetek, és most kezdtünk el takarmányozni. Ilyenkor megnézzük a hátukat, mennyire teltek, mennyire vannak jó kondícióban, kopótjukon, nincs valami felragódás probléma. Egyáltalán milyen az egészségi állapotok, hogy néznek ki. Két szempontunk van a tatai tónál, erről már beszéltünk, és az egyik az már maradéktalanul teljesült. Egyrészt tavaly egy sikeres halászaton vagyunk túl, ami azért volt fontos, hiszen egy egészen más módszerrel kellett a halakat megfogni, mint eddig. Már nincs 30 ember, meg orosz katonák, meg 15 autó, ami a tó különböző részein halászat. Egy jó taktikával sikerült kicsalnunk a várárokba a halakat. Reméljük idén is működni fog, de addig még rengeteg időnk van. Ami ennél sokkal fontosabb, hibátlan a vízminőség. Ugye a tatai tó halas hasznosításánál két dolgot kell figyelembe venni. Egyik, hogy eredményes legyen, és mindenki számára megelégedéssel záruljon. A másik pedig az, hogy a vízminőség ne romoljon. Lehetne ennél több halat termelni különben benne, óhatatlanul azzal járna, hogy sokkal több szerves anyagot kellene bevinni a tóba, sokkal több halörülék keletkezne, és hát nem lenne ez a csodálatos vízminőség, amire azt gondolom, hogy aki lejön a tópartra, mindenki látja, hogy egészen elképesztő, majdnem szőkés a víz ennek a tónak most. Volt is bőséges eső, és ilyenkor beszokott dúsulni egy kicsit a földekről bemosoló műtrágyákkal, vegyszerekkel ezzel az almaza, most még azt se látjuk sehol. Tehát azt gondolom, sikerült a tavalyi évben kijátszanunk azt az optimális egyensúlyt, ami a tó biológiai eltartó képessége és a jó vízminőség között van. Nem hiszem, hogy problémák lenne, hiszen azért kíváncsiskodtunk mi már úgy egyesével, kettesével, dobóhálóval kifogtunk egy pár halat, de hát az nem mérvadó, egyszerre kell látnunk 2-3 mázsát ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy na, akkor ekkorák vagytok, ti meg ekkorák, és hát így néztek ki. Van-e gond a kopótyútokkal, hogy néz ki az egészségi állapototok, és hát mindent, amiről beszéltünk.